the beat of the drum. Blow up in the streets like a bomb. It's not easy to be number one. It's practice, but we never done. All just do it for fun. Keep going like a marathon. And I'm back in the chair. And no, I'm not leaving no crumbs. I burn through the walls when I run it. I burn through the walls when I run it. I burn through the walls when I run it. I burn through the walls when I run it. And nobody can stop me, I'm on it. Nobody can stop me, I'm on it. And nobody can stop me, I'm on it. Nobody can stop me, I'm on it. Sok szeretettel köszöntjük a kedves nézőket. A 2023-24-es vízilabda idény első trófeája az már így szeptember elején, egészen pontosan szeptember 3-án gazdálra talál, hiszen a Magyar Kupa döntőjét nyugodtan mondhatom, hogy zsúfolt lelátók előtt itt a Hajós Alfréd uszodában néhány perc múlva az Ahíd Vasas Pakett és az FTC Telekom waterpolo csapata kezdi. 2009 után jutott újra döntőbe a Vasas együttese, akkor egyébként meg is nyerte a finálét hosszabbításban 14-13-ra legyőzve az Eger csapatát. A Ferencváros pedig zsinórban 5-5-ször lenne győztes. Láthattuk az ágrajzot, ki könnyebben, ki nehezebben, de itt van a fináléban, és felsorokozott már a két csapat is, természetesen piros-kék köpenyben a Vasas és zöld-fehérben a Ferencváros. A kérdést úgy is feltehetjük, hogy vajon legyőzhető-e az a Ferencváros, amelynek a jegyzőkönyve beírt keretében nem kevesebb, mint 8 világbajnok van, hozzá csatlakozva még Dusan Mandic, aki 2015-ben, és Eduardo Di Zomma, aki 2019-ben lett világbajnok, nem a magyar színekben természetesen, nem is 8, hanem 9 világbajnok az, hiszen Paul Zoltán is bekerült a mai játékos keretbe. A mai napon egyébként az eddigi 4 világbajnokságot nyert csapatot is köszöntik a szövetség képviselői, és először a 2013-as Barcelonában Benedek Tibor irányításával világbajnoki címet nyert csapat. Lesz egy rövid filmecske, mi pedig láthatjuk a Benu férfi Magyar Kupát, amelyet most majd egy régi vagy egy új győztes lesz az, aki fölemel. Itt látható maga a kisfilm. Montenegro ellen sikerült a döntőben nyernünk méghozzá, úgyhogy előtte a londoni olimpián csak 5. lett a csapat, és ez volt Benedek Tibor első óriási sikere kapitányként. Különösen, hogy Nagy Viktor a görögök elleni negyeddöntő, majd a horvátok elleni elődöntő. Akik itt vannak és el tudtak jönni, azok eljöttek, és majd személyesen is köszönésre kerülnek. De ki ne felejteni el Nagy Viktor bravúros védéseit, vagy éppen a Varga testvérek nagyszerű összjátékát, amelyből fontos gólok születtek. Ugye Madaras ott nyerte a második, Vámos az első világbajnoki címét, Vámos azóta már 10 évvel később is világbajnok lett, úgyhogy ez egy fantasztikus siker volt akkor is, és jó volt rá visszaemlékezni most is. És a medence parton Varga Dániel vezetésével érkezik tehát a csapat. Sajnos a csapat szakvezetője, ugye Benedek Tibor nem lehet közöttünk, ő elhunyt már, mint ahogyan a 2003-as világbajnok csapat játékosa volt Benedek Tibi. Hiányozni fog arról a köszöntésről is, és az 1973-as világbajnok csapatból is kevesen vannak itt, hiszen néhányan már nincsenek közöttünk. Kornagy Miklós, Szívos Márton, Osnyánszki Norbert mosolyog, és amíg a köszöntés jön, Faragó Tamás a díszpáholyban hamarosan, ugye ő is köszöntésre kerül majd, mint 73-as világbajnok. Hallgassuk meg, hogy a döntő előtt, a mai döntő előtt hogyan vélekedik a két edző az esélyekről. Egy kinkeserves győzelem után, de hát mégiscsak 14 évet követően van újra itt a Vasas a Magyar Kupa fináléjában. Talán már tegnap is úgy fogalmazott, hogy egyfajta teher leesetett a fiúk válláról, és valamivel felszabadultabban játszhatnak. Az biztos, hogy a Ferencváros ellen görcsös játékkal nem lehet nyerni, de milyennel van esélye ma a Vasasnak? Szerintem nekünk fontos, hogy döntő játszunk ez a 14 éves után. Ez nem semmi szerintem. Beszéltünk picit a tegnapi meccsek, mit nem jó volt, mi jó volt. Legfontosabb volt, hogy nyertünk.
sok gól kaptunk, mint beszéltünk tegnap, de ma ez a döntő, ez a egy szép nap, itt lesz télház szerintem, és meg kell játszani stressz nélkül. És beszéltünk most picit, hogy ez a egy ünnepe, hogy tudunk jól játszani, mutatni, milyen mi vagyunk. Tudunk, hogy a Fradi nagyon jó csapat, mondjuk, mint Pro Recco, szerintem van ez a jó játékosok, de mi is szerintem megpróbálunk jól játszani. Remélem, hogy tudunk játszani jobb a védekezés, mint tegnap játszottak a Honvéd. Épp ezt akartam mondani, hogy nem nagy újdonság, ha azt mondjuk, hogy meghatározó lesz, hogy hány gólon tudják tartani a Ferencvárost a mai napon. Még a tegnapi meccsre egy picit visszautalva, hiszen volt egy kapuscsere mérkőzés közben. A mai napon kinek szavaz bizalmat? Egyáltalán a védekezés önmagában mennyire meghatározó a mai napon? Megpróbáljuk. Tudunk, hogy a Fradi van egyszerű jó játékosok, mint Mandic, Disoma, Dumi Varga. Lévai fog kezdeni az a meccset, szerintem ez a válogatott kapus, szerintem nagyon jó kapus, de tegnap nem volt ő hiba, sok gól kaptunk a rövid, sok volt a négyes utastól lövések, és ő nem volt ő hiba, de akartam csak picit cserélni, hogy jön a Mizsai, ez új energia, mit szerintem jó volt végig. De most megpróbáljuk, mit beszéltünk, hogy a Fradi támadásból mindig tudnak játszani más a center, sokkal mozgónak játszanak erős szoros. Mi is megpróbáljuk tartani ez a szint játékból, és remélem, hogy csak nekünk fontos, hogy nincs stressz, hogy mi örülünk vagyunk, hogy itt döntőből tudunk játszani, és hogy itt a Budapesten szigeten, és szerintem a első két negyed meg kell jó védekezni, és utána könnyebb lesz harmadik negyed. Zsinórban hatodik Magyar Kupa címére hajt a Ferencváros, és összességében a 23-ra elképesztő számok ezek, és még mielőtt belemennék részletesebben abban, hogy milyen taktikával készül a Fradi, beszéljünk egy picit erről a Fradi faktorról, amely azt gondolom, hogy az elmúlt években is meghatározó lehetett a finálékban, akár ma is. Reméljük, bízunk benne, hogy meghatározó lesz, és meg tudjuk nyerni a kupát, de én nem gondolom, hogy itt a számokba kell keressük a megoldást, hanem a mai mérkőzés, ez egy másik mérkőzés lesz, nem az előző 5 kupadöntőből kell kiindulni, meg a 23 kupagyőzelemből, hanem abból, hogy ma mi fog történni a vízben. Hát azért a nagy csaták tapasztalata, az a tudás, az a magabiztosság, az biztos, hogy segíthet a Ferencvárosnak, ha lesznek kritikus pontok. Mik lehetnek azok? Tegnap a védekezés nagyon rendben volt, mára azt mondta, hogy tisztázni kell, ezt a kifejezést használta, egy picit a támadójátékot, miben és hogyan. Az elmúlt 3 hetünk a tisztázásról szólt. Hát azért valamennyire nekünk is új csapatunk van, érkeztek új játékosok, külföldiek, akikkel azért le kellett tisztázni, hogyha már ennél a szónál maradunk, hogy igazából mit is szeretnék, vagy úgy képzelek el, mit szeretnék látni, akár védekezésben, támadáson belül is. Most nagyon jó volt a tegnapi nap a védekezés. Egy dolgot leszámítva, amit tegnap is mondtam a mérkőzés után, hogy túl sokat hagytuk lőni azt a játékost, akit nem szerettem volna. Ma is van ilyen része ennek, ezt kértem a játékosoktól, hogy ebben próbáljon meg előrelépni. Tartsuk be a tegnapi fegyelmezett játékot, jó védekezés, ebben az egyben lépjünk előre, hogy azt a taktikai fegyelmet próbáljuk tartani, ami erre az egy-egy játékosra kifejezetten vonatkozik. Mit vár az ellenféltől, a megújult Vasastól? Nagyon jó csapatnak gondolom őket, és jól összerakott csapatnak. Az előző évekhez képest azt gondolom, hogy fiatalosabb lett a csapatuk, nagyon jól igazolták a külföldieket is, hisz olimpiabajnokokat igazoltak. Ez nagy előrelépés, és hogyha már arról beszéltünk, hogy a tapasztalat, meg a tudás, vagy a döntőben lévő győzelmi tudás nálunk van, akkor azt gondolom, hogy ezeknél a játékosoknál is van a Vasasban, akik érkeztek, viszont még mindig azt gondolom, hogy ezen a szinten is jobban állunk. Hát eldől majd a mérkőzés, aztán, hogy 4-1 alatt, vagy büntetőkkel, azt nem tudni. Itt van Slobodan Nikic, a Vasas vezetőedzője, aki egyébként maga is többszörös világbajnok, itt pedig Nyéki Balázs, aki ugye Varga Zsolt segítőjeként a fukuokai VB győzelemben vállalt szerepet. Egyébként a 2013-as világbajnoki hősök köszöntésénél itt dokolta a hiányzott Bátori Bence és Bedő Krisztián, hiszen ők a vízben vannak, a Vasast erősítik. Kovács Csé Tamás és Kun György, két kiváló játékvezető vezeti majd ezt a találkozót. Szóval
nagyon nagy párharcok, hiszen a két válogatott kapus, Fogel és Lévai a kapuban, ugye Rasovics, Dedovics és Rangelovics Mandiccsal szemben, szerb honfitársaikkal szemben, a Vasas egyébként ugyanabban az összeállításban, mint tegnap a Ferencvárosnál, Hol Zoltán és Németh Toni került be Nagy Ákos, illetőleg Szabó Bence helyére. És itt van, mert mi is miért változtattunk volna, Szabó Zoltán állandó szakértőnk, aki általában eltalálja, hogy szoros vagy kevésbé szoros mérkőzés lesz. Most milyen megérzéseid és milyen szakmai érveid vannak, Zoli? Tisztelettel köszöntök mindenkit. Egyébként annyit tudok elmondani, időzomban elhozta a szponzorlabdát, ez az, ami biztos. Egyébként semmi más, hiszen mindenki szakvezető elmondta, bár más-más csomagolásban, hogy itt azért nagyon szezon eleje van, új csapatok vannak, nem is kevéssé kicserélődő csapatok vannak, úgyhogy itt most egyértelmű helyzetről beszélni az nagy butaság lenne. Láttuk tegnap a Ferencvárost nyerni, tulajdonképpen magabiztosan meg tudta őket a Honvéd szorongatni, és kellemetlen helyzetbe tudta őket hozni néhányszor, és láttuk a Vasast, aki végül győzött, nagyon sokszor állt. Hát fogalmazok úgy, hogy bizonytalanul, miközben megszületik az első gól. És az első gólt egy olyan játékos lövi, aki korábban Magyar Kupa döntőben nem lőtt gólt, miután nem játszott magyar csapatban, Eduardo Di Zomma, aki a Brescia együtteséből érkezett. Maradt ő Ergiropuloshoz és Mandiccshoz hasonlóan az idegen légiósok közül az együttesben. Nem változtatott tehát a Ferencváros, ez azt jelenti, hogy Merkulov és Damonte ebben a Magyar Kupa négyes döntősorozatban nem játszik. 1-0 tehát a Ferencváros javára, 20 másodperc elteltével. Nyilván az is motiválhat a Nyéki Balást, hogy az újakat azért mindenféleképpen ki kell próbálni élesben már itt az elején, és kicsit másképpen kizállítva lehet azt mondani, hogy Merkulov meg Damonte már nyertek itt dolgokat. Bizommal és Mandis pedig minél hamarabb jó, hogyha beintegrálódik ilyen szinten is a csapatba. Az első Vasas akció, Bátori a Vasas csapatkapitánya teszi tovább a labdát. Rasovics átadása után most már lassan ez egy lövő helyzet, Fogel azonban kiszedi az első Vasas próbálkozást. Ugye nagyon-nagyon jó balkezesei vannak a Vasasnak, Burján és Lakatos személyében, Burján kísérletezett, Fogel védett, Varga Dénesi a labda. Ők egyébként volt a Vasas keretének tagja 2009-ben, amikor a Vasas kupát nyert, de sérülés miatt nem játszott a fináléban. Nagy Ádámé a labda, Nagy Ádám játssza be középre. Lévai. Ezt a támadást megúszta tehát a Vasas csapata. Nyéki Balázs mutatja, hogy jöjjenek visszább, ne lehessen a centert megjátszani. Aztán ez a bepattintott labda pedig majdnem szerencsésen alkult. Bedőre vigyáztak egyébként nagyon szigorúan bent középütt. Ergiropulos és Bedő párharcát láthattuk. Bedőt egyébként ugye Mandics őrizte ott bent középütt. Ergiropulos. Kiállítás, a Vasas kettese. Rasovics megy ki. Az első ferencvárosi előny. Tegnap a Honvéd egy picit meglepte az elődöntőben a Ferencvárost. Most a Fradi nyilván szeretne úgy kezdeni, hogy minél gyorsabban kialakuljon egy megnyugtató különbség. Varga, Mandics, és akkor az újak elkezdik a gólgyártást. Di Zomma után Mandics is. Mandics, akinek nem volt túl sok szerencséje tegnap, talán ő találkozott legkevésbé a Honvéd beállós védekezésével, mondta és meccsután Szívós Mártonnak, hogy a New Defense, és mutatta az egyezményes jelet fölfelé hüvelykúj. Háromszor is belehibázott ilyen helyzetben. Most, ha lehet így fogalmazni, hagyományos védekezés ellenember előnybe mindjárt megtalálta az utat a kapuba. Nyilván neki is kell még idő, hogy visszanyerje 6 hónap kihagyás után a formáját, de hát ezért valószínű menni fog.
Ferencváros egyébként ugye zsinórban a hatodik magyar kupa győzelmét szerezheti. Ebben a sorban az első, a 2018-as volt a legsimább, akkor a Miskolcot verte 10-4-re a Fradi, de hát voltak itt büntetőkkel eldőlt párharcok is. Ember előnybe kerül most a Vasas csapata, hiszen kiállítja a játékvezető Varga Vincét. Igen, de ő nincs a vízbe, tehát itt meg kell mutatni, hogy ki az, és ez valószínűleg Dizoma lesz, a négyes helyett hatos, igen. Csak a mutatás az négyes volt, és ezért nem ment ki senki, most Dizoma most már. És ezért jelent meg a nagy táblán is Varga Vince neve mellett egy Bumedli, aki ugye nem tartózkodott a vízben. Igen, azért úgy kipontozódni, hogy a padon ülök, az azért mégiscsak csúnya dolog. Bravúr lenne, kétségtelen, de nem jellemző. Rögtön a kapufától egy emberelőny megjátszás, és gól a vége. 2-1 ezzel végül is be tudta húzni Rangelovic. Itt azért pikás párosok alakulnak ki a két oldalon. Az előbb Rašović és Mandić gyűrte egymást, most Mandić maradt alul, úgymond egy Rangelovicsal elkövetett pár harcban, azért nem olyan régen még a csapattársak voltak a Novi Belgrádban, meg a szerb válogatottban, most ez már nem áll fönt, viszont egymás ellen kell, hogy bemutassák, hogy ki mit tud. Hát, hogy aztán lesznek-e még csapattársak a szerb válogatottban, az is nagy kérdés, én lesznek. Azt hiszem, hogy igen. Ne vegyél rá Varga, német, gyönyörű gól! Német Toni először a vízben, a Magyar Kupa 4-es döntője során, és úgy kezd, ahogy szokott. Egy garantált egy gól, ez a válogatottban is mindig így van. Hol előbb, hol később, most rögtön az első akciójával, egy center akcióból. Hát hagyományt csinál belőle, tényleg érdekes volt föltenni a kérdést, hogy a VB-n minden mérkőzés előtt egy akciógólt, hogy ez folytatódik-e a hazai medencében, megkaptuk a választ. És Jéki Balázs leginkább arra fogja biztatni, hogy ne hagyja abba, mert mégiscsak az első negyed közepén. Korábban még, tehát még beleférhet, minden esetre német belőtte a gólt, majd lement. 3-1 ezzel a találattal. Ugye akik tegnap nem látták egyik mérkőzést sem, 25 méteres medencében folyik a játék, így hát nincs annyi lefőlúszkálás, és könnyen elképzelhető, hogy egy nagyon gólgazdag mérkőzés lesz. Rangelovic lőtt kapura, lőtt volna, de nagyszerű volt a blokk. Mandicsé most már a labda. Mandic. Megperdült a labda egy pillanatra ott Fekete Gergő kezén, aki talán a legjobb egyéni teljesítményt nyújtotta tegnap az elődöntő során. Lévai indíthat. Szabad dobás. Kakatos tovább. Egy szigorú védekezés, Jansik mutatta be ezúttal a Rangelovicsal szemben. Ez pedig egy rövidnek tűnő bejátszás, de nem Varga Dénes, aki besegített a kiállított, hanem Pól, aki benn is volt a medencében, de most már kint van. Pól tehát. A VB döntőben övé volt az utolsó lövés, amelyből kapufa lett. Az nincs büntető párbaj sem. Itt pedig megint egy jó blokk. A ferencvárosi védekezés azért nagyban meg tudja határozni az ellenfél eredményességét, és itt most azt látjuk, hogy egymás után jönnek a jó blokkok, aztán abból egy támadás és kiállítás, hát nehéz helyzetben van a Vasas. Kérdés, hogy mennyire. Dedovic áll ki Mandicsról, Vigvári hozta fel a labdát, egyébként szépen is passzolt jól. Mandic tovább. Jansik. Mandic. Mellé. Mellé ment. Óriási oldalhálót lőtt, egyébként szépen kiemelkedett. Meg kimaradt azonban ez az előny. 2 perc 55 másodperc van hátra az első negyedből. 3-1 változatlanul. És aztán egy mellélövés a túloldalon is. Igazából a centert nem lehet megjátszani. Talán beleért Fekete Gergő, és ez akkor megint egy eredményes blokk. Nékics is végiekhez fohászkodik, hogy melyik lövés fog kapura menni, mert az
egy gól és egyet védett Vogel, a többi blokk. Varga. Szép megoldás, Varga Dénes, de a húzást Lévai védi. És ez nagyon fontos lesz, Nikics is beszélt róla az interjúban, tegnap a harmadik negyedben elvesztette a fonalat, le is kellett cserélni Lévait, de az ő jó teljesítménye az elengedhetetlen ahhoz, hogy a Vasas hasonló szintű mérkőzéseken eredményes legyen. Hozzáteszünk, hogy a helyére beállt Nizsai nagyon jól védett. Szabad dobás, 8 másodpercig birtokolhatja a labdát a Vasas csapata. Ezt megint kiblokkolják. Elképesztő védőmunka. Ugye tegnap csak 6 gólt kapott a Honvédtól a Ferencváros. Itt lehet látni Burián lövését. El sem jut Fogelig a labda általában. Varga. Kettős csere a támadás és a védekezés között. Belesípolnak Varga Dénes góljába, úgyhogy nem érvényes a gól. Igen, Argyropoulos volt 1 méter 60-on, és nincsen passzív 2 méter, ezt el kell mondani. Valaki bemegy abba a piros részre 2 méter a kapu jobb és bal oldala, illetve a mezőny felé határolt területre, akkor azt le kell fújni. Kivéve a labda ez vonal előtt van, ahol a játékos tartózkodik. Molnár tette hátra a labdát, egy ítéletre várt, egy kiállításra Nikics, Varga Dénes. Hárman támadják meg, és labdát is szerez a Vasas, és ezt végig is lehet vinni. Ebből aztán egy könnyű gól születhet, ha gól lesz egyáltalán, de nem lesz az. Burián kivédi Fogel, elképesztő pedig. Hát ennél nagyobb helyzet nem kell, és nem is lehet. Hárman vették körbe ott Varga Dénest, és vették el tőle egyébként szépen a labdát. És Burjának nagyon kellett volna itt a labdaszerzés, ez rendben is van, nagyon kellett volna neki a tegnapi meccsbefejezés után, majd érdemes lesz arra beszélni, egy önbizalom visszahozó gól. Ez azonban most nem született meg, hiába lóbált sokat, Varga labdavesztését követően, Fogel most is véd. Ugye, aki nem látta tegnap az elődöntőt, ott egy gólos vezetésnél, ideje korán ellőtte a labdát a Vasas támadásánál Burián, és abból még majdnem gólt kaptak, hogy Csalamon még X-re alakíthatta volna a meccset, ami kapufa lett, úgyhogy azt nem tetszett Nikicsnek, fogalmazzunk így. Pozitív élmény kellene Buriánnak ebből. Lakatos lövése se nagyon tetszett. Varga Dénesét pedig Lévai tartóztatja le. És Lévai még előre dobja a labdát, most ér véget az első negyed, 3-1-re vezet a Ferencváros, amely azt hiszem azt a vonalat tovább viszi, amit tegnap elkezdett, nevezetesen, hogy hát a vízilabda alapja is egy a jó védekezés itt a másik oldalon Lévai érése. Most pedig az első és a második negyed között hát azokat a játékosokat köszöntik, akik 2023-ban Fukuokában nyertek világbajnokságot. Az idei előtt 3 VB-t rendeztek. Ez a magyar VB cím már Varga Zsolt irányítása alatt született meg, és ugye tulajdonképpen rengeteg VB döntőhöz beírő mérkőzést vívott a magyar csapat, gondoljunk a horvátok, az amerikaiak elleni meccsre, vagy a spanyolok elleni elődöntőre és a görögök elleni büntetőkkel megnyert döntőkre. Nagyon sok játékos most nem lehet köszönteni, mert vagy a vízben vannak, vagy külföldön, hiszen Angyal és Manherz például már Marseille-be szerződött. De nézzük meg ezeket a képeket. Nem volt ez azért annyira rég. Köszöntés nincs is, csak maga a kisfilm. De hát ezt is nagyon jó újra megnézni. Fogunk néhány fogelvédést, szóval kigolt látni valószínű. Igen. Ugye jelenleg a Ferencvárosban 9-en, a Vasasban 1 2023-as világbajnok van, és ha ezt hozzáveszik ugye a külföldön játszokat, akkor majdnem már teljes csapat megvan. Már messzi látszott minden. Csak hogy ekkor jött a csoda. 3 varázslatos akcióból. Az utolsó, a mindent eldöntő. Manherzé. Manherz Krisztián. Spanyolok elleni elődöntő. Sima gólja.
időben. Időben egyébként Manherz ugye a Zalánkhez hasonlóan a torna álomcsapatába is bekerült. Ez pedig a görögök elleni finálé, Zalánki szenzációs megmozdulása, ugye ő lett az MVP, a világbajnokság legértékesebb játékosa, Fogel Soma pedig bravúrt bravúrra halmozott. Magyarország a sportág történetében negyedszer is világbajnok. Az az jelentett, aminek 1973-2013 után jön ilyen kellett. A magyar párra. És ez a közelmúlt, most pedig akkor jöjjön a jelen. 3-1. És itt vannak néhányan a korábbi csapatból, Steinmetz Barnát látjuk, Kis Gergely családjával, de hát rengetegen Fodor Rajmund, Biros Péter, Varga Zsolt, Kemény Dénes, itt ül gyakorlatilag Gormagy Miklós, a világbajnokok közül egy olyan 3 méteres körzetbe tőlünk, és csak az egyik irányba néztünk most. Úgyhogy... Ja, azt szokták mondani, hogy a Margit szigeten azért válogatott eseményen a világon a legnagyobb az 1 négyzetméteres olimpiai és világbajnokok száma. Most már Magyar Kupa döntőben is. Igen. A Ferencváros hozza el a labdát. És ugye aki Ferencváros első 2 gólját lőtte, ugye Dizommáj és Mandics, azok is, tehát ők is világbajnokok. Tévedés ne essék. Amellett, hogy Mandics 2-szeres olimpiai bajnok is. A labda viszont most Dedovicsé, aki majd szeretne visszakerülni a szerb válogatottba. Nem volt ott a fukókai világbajnokságon, Dedovics. Na, itt választ. 10 másodperc támadó idő. Lehet, hogy megint el kell lőni 7-8 méterről. Bátori még tovább teszi. Konarik lő, nagy gól! Aztán ekkora gól! Hát, majdnem mondtam, hogy Bátori onnan már fölösleges volt tovább tenni, hiszen lejáró időnél kiadni szélre, úgyhogy a kapus is szembe van, az nem mindig jelent jót, de hát Konarik bődületes nagy volt lő. De ennél nagyobbat onnan, innen lesz majd a legjobb, fejfölébe megy. Fogának tegnap is volt egy olyan lövése, illetve lövés, amit így elment a kezei között. Lehet, hogy ezzel kipipálta a mait. De Konarik is Európa-bajnoki ezüstérmes, és idén még az amerikai világkupában is ott volt a magyar csapatban. Ő a végén került ki, és Fukuokába már nem utazott, de természetesen stabil válogatott kerettag. És ez a gól igazolja, hogy jó játékosról van szó, ha esetleg valaki ezt eddig nem tudta volna. Lépai pedig előveszi a legjobb formáját, és szenzációsan véd. Bizonyban gyakorlatilag ugyaninnen, ugyanide lőtte az első lövését, ami gól lett. Itt az a különbség, hogy most oda tette a sorompót Lévai. Így aztán az egyenlítésért támadhat a Vasas. A Vasas csapatkapitánya Bátori tette tovább a labdát. Bejátszás nem jó. Igazából ugye nagyon nem tud kiállításokat kiharcolni a Vasas csapata, mert labda nélkül keveset fújnak a bírók, a center pedig nem megjátszható. Nagy Ádám, viszont egy kontra. Nagyon következetesen lefújják a játékvezetők azt, hogyha a center a pozícióját feltett kézzel, vagy hátúszással próbálja felvenni. Ezt ilyen módon nem lehet. Dedovics. Ugyanez. Másik oldalon is. Bedő tette hátra a fejét. Jancsik. Ez a két támadás. A harmadik percben járunk el egyetlen. Jól tovább. Nagy. Mandics. Megtalálják a játékvezetők, hogy ki a szabálytalan. Aki Konarik, a 9-es sapkában játszó Vasas pólós, Jancsik, Mandics, Nagy, Mandics újra, szép bejátszás, remek gól. Itt a negyedik, a gólszerző német Toni, aki most már 2-ből 2.
nem hagyta abba. Nem. Csak most nem akcióból, hanem forból. És nagyon, nagyon üresen Dala próbál oda mozdulni, de nem ér oda időben. Mandis pedig a gól után gólpassz. Ezt a tulajdonságát se felejtsük el, hogy azért a góllövésen kívül ő azért nagyon jó osztogató szerepet is el tud látni, a nagyon muszáj. Igen, és hát ha ő kiemelkedik, és a kezében a labda, akkor azért mindenki figyel arra, hogy nehogy lőjön, és van, amikor nem lő. Rangelovic. Dedovic. Most viszont egy kiállítás lesz a túloldalon is. Nagy Ádám a 13-as számú játékosa. Bátori le a szélre, szépen jár a labda. Fogel azonban véd, kipattanót pedig arrébb pöccinti. És nem megy ki, fekete be tudja gyűjteni. Nagyon fontos védés, és utána labdaszerzés egyben. Raszovic. Te Dedovic lőtt. Jön egy bomba a túloldalon is, ez viszont egy remek bedőblokk. Dizoma nem fogja vissza magát, oda kerül, akkor azért ő vállalkozik. Ezúttal blokk lett belőle. Ugye nagyon sokszor játszott a Bajnokok Ligában jól a Ferencváros ellen. Igen. Tíz másodperc. Na most ez egy jó bejátszás volt, kiállítás is a jutalom. Edő fogta meg a labdát, és sapka nélkül bár, de el tudja végezni a szabaddobást. Bátori tegnap borzasztóan egy gólt lőtt fejfölé, most ez kapufa egyelőre. De még maradt néhány másodperc a forból is. Ez pedig így a Fradi labdája. De talán szeretnék a kapufánál meglátszható embereket észrevenni a vasasi játékosai, de nagyon vigyelez erre a Ferencváros, és mikor Bedő megkapja a labdát, zuhan oda. Esélyesebb volt. És zuhan Bizoma is. Jancsik, Mandic. Jancsik, Varga. Varga Dénes megint. Léhai tolja a kapufára. Egyelőre az, hogy csak 4-2 idézőjelben, az most Lévainak köszönhető, mert Bizomának és Varga Dénesnek is most kivédett olyan lövését, ami könnyedén gól lehetett volna. Hát ugye Fogel meg Burjánét a egy a semmit, úgyhogy mind a két kapus az oda teszi a magáét. Nem véletlen, hogy kevés a gól. 4 másodperc, Fogel kipattan a kapujából, mármint a támadó időből volt hátra 4 másodperc. És Fogel most már támadásba dobja a zöld csapkásokat. Jancsik. Kontrafalt. Bent középütt. Jancsik csak nézte, Mandic követte el. Megint följött egy gólra a Vasas. Igaz ez, gólt kellene szerezni az angyalföldi csapatnak. Ami ezután a blokk után meghiúsul, fekete volt az, aki beleblokkolt. Gábor Lőrinc megy ki. Fekete nem csak jó blokk, hanem utána kiharcolt emberelőny. Hát a Drenc nem úgy lenne teljes, hogyha gólt lőne belőle. De nem biztos, hogy... Majd az időkérés után meglátjuk, hogy egyáltalán a medencében lesz-e. Gyere! 3-3, 3-3-at játszunk. Manda megy 1-esbe, Edo megy 2-esbe, Lumi megy 3-asba, mellette lesz a Wendel, kapász szélén az Árgyi, menjen be középre a Szili. Csináljuk meg az Edo beforgását, menjen le nyugodtan kapásra, átmegy a Mandának, amikor a Manda megkapja, when he gets the ball, enter, okay, from position 2. Yeah, okay. Gyerünk, fiúk, gyerünk! Két méteres, ugye, igen, két méteres, persze, aki kapás. Manda az Mandic, ugyebár az Edo pedig Eduardo Dizoma.
nyilván most mindenkinek kedvezni akar, ennyi bár négy nyelven kéne elmondani a mondani valót, és akkor majd ha a nemzetköziben játszik még Merkulov is, akkor jön egy ötödik, az lesz az igazi nagy feladat, de hát az a lényeg, hogy mindenki értse bármilyen nyelven mondja el. Mandic. Varga. Mandichoz vissza. Mandic óriásiakat lóbál. Letelt a kiállítás közben, a támadó időből pedig még volt hátra 3 másodperc. Majdnem meglett a veszett fejszennyelet, de csak majdnem bízom a húzását védte Lévai, és beragadt eredményt 4-2-nél, és valaki lőni fog egy mérkőzés 7. gólját, de nem tudjuk ki. És az sem, hogy mikor. Rangelovics. 6 másodperc. Ezt akkor onnan kell eldurrantani. Ógel védett, és nem ér hozzá a labda kötélhez. Ógel jó helyre ütögeti ki ezeket a védéseit alapvonal elé 10 centivel. Bátori majdnem egy ugyanolyan gólt szeretett volna, mint Konarik oda a feje fölé. Kapusnak, ez nem ment be. Kiállítás. És ezt meg kiblokkolják. Dizommá került helyzetbe. Hú, Nikis zemérges, Nyéki Balázs zemérges, hogy miért reklamál mindent a Ferencváros edzője. De ezúttal igaza volt játékvezetőnek is, és szemből érkező blokkoló Dedovics megoldotta. Kiállításból visszatérő Bátori tovább teszi a labdát, de ez a vasas támadás sem góllal zárul. És még mindig van bő fél perc. Két méter megint. Nem, elrúgta magát Varga Dénes Búrjáról. Bátori. Mi aztán a félidő utolsó támadása nagyon úgy tűnik, hogy a vasasé lesz. Ugye extra kell a gólhoz, ez egyértelmű most. És ezt az extrát meg tudja most csinálni ott 8 másodperccel a vége előtt. Dedovics 4-3. Azt még nem mondtuk el, de Molnár Tamás és Kocsonáci György a két ellenőr a mérkőzésnek, úgyhogy valakinek baja van az ítéletekkel, akkor majd a lehető legnagyobb tekintélyű urakhoz fordulhat a panaszával. Szorossá vált a találkozó, amely egyébként sosem volt sima. Varga Dénes még, 5 másodperc, 4. Gyorsan egy kiállítás. Matizi kiáll, Mandic nem kapkodja el, majd megpróbálja. Kodorák is tett róla, hogy ne kapkodja. Így ér véget a félidő. Hát minden esetre egy szép félidő volt. 4-3-ra vezet a Ferencváros. Játszanak majd ebben a szezonban ennél jobban is ezek a csapatok. Ez egészen biztos, de a kupadöntő izgalma az megvan. És meg lesz a 3. és a 4. negyedben is. Maradjanak velünk. A közvetítés támogatója a Benu Magyarország ZRT. Csak egy perc. Marci Máté vagyok, hírek röviden. Vasárnap hajnalban orosz dróntámadásért több Odessa megyei ukrán kikötőt. A Romániával határos Reni-Dunai kikötő városában 2 ember megsérült. Közben az ukrán hadvezetés szerint a hétvégére sikerült áttörniük az oroszok zaporozsiai védállásainak első vonalán.
100 milliárdhoz közelít a magyar gazdák vesztesége, amit a korábban felhalmozódott ukrán gabona okoz. Az agrárminiszter ígéretet tett, hogy megvédik a magyar gazdákat. Ha kell, nemzeti hatáskörben hosszabbítják meg az ukrán mezőgazdasági termékek importtilalmát. Megérkezett a viharos időjárás az ország északkeleti részébe. A meteorológiai szolgálat az ország több vármegyéjére is másodfokú riasztást adott ki felhőszakadás, zivatar és szélökések miatt. Ismeretlenek megrongálták a nemrég kihelyezett magyar nyelvű szabadka feliratokat a Vajdaságban. Palicson és Bekován is hatalmas károkat okoztak a magyar színekkel ellátott szabadka feliratokban. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! A közvetítés támogatója a Benu Magyarország ZRT. Szól a döntő szűrés a Margit szigeten, hiszen a 2003-as világbajnokságot nyert csapattagjait köszöntik. Szalai Babravnicki Kristóf honvédelmi miniszter és Schmidt Ádám a sportért felelős államtitkár teszi meg mindezt. Miközben az első két negyed szép mozzanatait láthatjuk az idei Benu Magyar Kupa döntőjéből is. 4-3-ra vezet a Ferencváros. Ugye hát Madaras Norbert kettős szerepkörben, mert egyrészt, mint a szövetség elnöke, díját adó, másrészt díjazott is, hiszen ő is tagja volt annak a válogatottnak. Fodor Rajmundot, Kásás Tamást lehet látni, aztán Varga Kettő Zsoltot, Molnár Tamást. Szóval szép emlék volt, és a sor legvégén dr. Kemény Dénes, aki szövetségi kapitányként járult hozzá ahhoz, hogy 2003-ban a magyar csapat világbajnok legyen, hogy aztán kövesse ezt egy olyan 2004-es esztendő. Na most Madaras Norbert is megkapja a maga jutalmát, szóval egy olyan 2004-es év kövesse, ahol világliga győzelem és olimpiai győzelem jött majd. Sajnos ugye a csapat akkori tagjai közül Benedek Tibor nem lehet közöttük, hát ott van Biros Péter, Kis Gergely, Steinmetz, mindenki, itt van Kásás Zoltán, akit majd köszöntenek később, mert ő meg az 1973-as világbajnok csapat tagja. És ezen a képen jó ott lenni, mint ahogy ezen a magyar kupadöntőn is jó itt lenni, mert mielőtt nagyon a múltba révednénk, és felidéznénk, hogy 2009-ben még Varga Dénessel hogy nyert a Vasas az Eger ellen kupát, ugye Vargadum 2005-ben is a Vasas játékosa volt, de akkor volt egy autóbaleset követően egy sérülése, és nem játszott. Szóval a Vasas 14 év után nyerne magyar kupát, míg a Ferencváros zsinórban hatodszor. És tegyük azt hozzá, hogy ezek a kupagyőzelmek, ezek azért nem jöttek könnyen, mert a 18-as Miskolc elleni 10-4 után jött egy OSC elleni 8-7, majd egy Szolnok elleni büntetőkkel eldőlt 19-18, aztán a Szolnok ellen 12-9, és tavaly az OSC ellen 16-15. Úgyhogy meg kell dolgozni a magyar kupa győzelemért. A Vasas eddig 15-ször, a Ferencváros 22-szer nyert magyar kupát. Ez a szám nő tehát egyel. Pól már úszásra kész, és ugyanez igaz a túloldalon Strahinja Rasovicsra, és ez egy nagyon fontos pillanata lehet a mérkőzésnek, mert ne felejtsük el, hogy 17 másodpercig Batizi kiállítása miatt még a Ferencváros ember előnyben. És a Ferencváros elhozza a labdát. Ugye az idő azért szalad, de még föl lehet állni, és még mindig van 10 másodperc. Varga Dénes, Mandic, Varga kapja a labdát, már beúszásra kész a kiállított, letelte pillanatban az emberelőny. Mandic, Varga, még tovább, és egy óriási gól Mandic részéről, 5-3. Hát nem tudom, mennyit lehet objektíven egy nap alatt javulni vízilabda teljesítményben, de ha lehet javasolni egy új mértékegységet, akkor ez az egy Mandic. A tegnapi hát saját maga által megállapított, visszafogottabb teljesítmény után most azért mindenből kapunk egyet, egy emberelőnybefejezésből, és most a gólpassz után pedig egy klasszikus kettesből, átlövésből.
és még csak a harmadik négy elején tartunk. 5-3 ezzel, és az is kiderül, ami korábban főleg mondjuk futballban, amikor volt még világválogatott, hogy a különböző földrészek nagyjai, ha együtt játszanak, akkor egy pillanat alatt megértik egymást. Szóval ez a Varga-Mandics kapcsolat, ez nagyon sok sikert hozhat még a Ferencvárosnak. Bátori tette hátra a labdát, mert ne feledkezzünk meg most arról sem, hogy a Vasas emberelőnyben támad. Nagy Ádám kiállítása miatt. Most nincs benn balkezes. Ott van viszont Fogel a kapuban, aki valahogy kiszedi Konarik lövését. Lassan elkezdem nézegetni a védés statisztikákat, mert azért mind a két kapus megérdemli ezt, megtegyem. De közben félszemünket azért a meccsen tartsuk. Most ebben a pillanatban letelt a kiállítás, és pont a beúszó játékos meg is kapta a labdát. Ez se volt egyébként rossz lövés, tehát kellett Fogel bravúria kitornázza Konarik próbálkozását. Ez meg fölé pattan, úgyhogy Lévai ér hozzá fekete lövéséhez. Tehát sarokdobás következik, ez is védés volt ugyanis. Hát Lévai is javult egy Mandicsnyit, mondhatjuk, nem? Tehát tegnaphoz képest, vagy mondjuk a tegnapi harmadik negyedhez képest. 5-3. 6,5 perc van még hátra ebből a játékrészből. Jancsik. Kiállítás lesz. Nikics összeomlik a padon. Konarik a kiállított játékos. Ugye ez a második hibája. Tegnap nem tudta végigjátszani az elődöntőt, mert kipontozódott. Varga Dénes. Na ő is lő egy Mandics-szerűt. 6-3. Hát mind a két oldalon azért erős a jelenlét, fogalmazunk így. Varga Dénes is belővi a saját maga első gólját menetrendszerűen. És ha már említést tettem itt azért a jó kapus teljesítményekről, hát Lévai most romlott 50%-ra, 12-ből 6. Hát ennél egy 20-assal jobb Fogel, 10-ből 7, ez az 70%. Úgyhogy nem a kapusokon múlik, és ezt azért lehet, hogy meccs végéig is mondhatjuk. Még a Varga Zsolt korszakban szokhattuk meg, hogy néha a harmadik negyed az ellenfelet megroppantó ferencvárosi rohamokkal kezdődik, és ott dől el a mérkőzés. A Vasasnak most sokat kell tennie, hogy ez ne így legyen. Bátori teszi tovább a labdát, és aztán kénytelen lőni. Két blokk is ott van, a labda pedig Fogelhez kerül vissza. Hát volt az 4 is, de 2 megoldott a másik kettőnek, mert itt lehet látni 1-2 erős, hogy belóg oldalról. Nem is tudom, talán Dizoma. Jancsik. Most viszont egy picit az idő szorításában a Ferencváros. 3,6 másodperc. Egy csavar. A labda a Vasasé. Megpróbálkozt Argyropoulos gólt szerezni. Látványos módon Lévai. Ez meg így egy kiállítás lesz. Jancsikot állítja ki Kuni játékvezető, és Nikics azonnal időt is kér. 5 perc, 3 másodperc van hátra, és nagyon-nagyon kellene egy gól a Vasasnak, hogy kapaszkodjon. Gyere, Krisz! Szávó! Szávó! A rövid kapufánál Benny, hosszú száva, dupla játszik, 3-4 pász, utána fiú, meg kell lőni, nem félni, hey! Dobi szkert a sút! Geri, koncentrálni kell! Gerinek koncentrálni kell, az azt jelenti, hogy Búriánnak kell összeszedni mindenét, ami a tudástárban benne van, ahhoz, hogy ez az emberelőny eredményesen fejeződjön be. Hát meglátjuk majd, hogy a koncentrálás hogy megy. Batizé és Rangyalovics a fánál, tehát nem a tegnapi Gábor Lőrincfére befejezés sejlik fel, hanem dugga levitelből majd, ami kijön. Mindenesetre 6 gólnál jár
A Ferencváros 6 lőtt és 3 kapottnál. Na nézzük, hogy mi lesz ebből a vasas előnyből. Fogja, óriási bravúr, és egyértelmű, hogy ez nem volt gól. Tegnap volt egy ilyen szituáció a vasas OSC meccsen, ami véleményes volt, de jó ítélet, hogy gól, és még van egy pár másodperc a vasasnak, ebből Dedovics lőhet még egyet. Az meg mellé egy. Hát szép lassan azért a Ferencváros úgy elveszegeti a kedvét a vasasnak, vagy a hitét valamennyire. Kérdés, hogy mennyire. És most ugye az a kérdés tulajdonképpen a Ferencvárosnál, hogy túllövi-e most a vízilabda csapat a labdarúgó csapatot, mert Zalaegerszegen már az ETE 2-0-ra vezetett a Ferencváros labdarúgó csapat a 6-2-re nyert, és most itt 6-3 az állás. Még mindig annyi, és maradni is fog ennél a támadásnál. Jól védekezik a vasas is. Azért a 6 kapott gól a Fradi ellen a mérkőzés jelen szakaszában, 25 méteres pályán, nem azt jelenti, hogy a vasasnak hátul lennének gondjai, sokkal inkább, hogy elől kéne azért több. Hát igen, de ez lehet ízlelgetni, bármennyire is furcsa, hogy mondjuk 9 kapott góllal tegnap a Honvéd kikapott végül 3-mal, a Vasas most 6 kapott góllal áll, és mégis 3 mínusz az eredmény. Varga Dénes szerelt, méghozzá szabályosan. És itt azért az egy sorsdöntő szituáció lesz, hogy ebből 6-4 lesz-e, vagy 7-3. Elég rövidnek tűnik ez a passz, az is. Parton elsősorban Kuni játékvezető mutatja meg, hogy mi történik benn. Én nem mozdult Dizom a labda felé, ez volt röviden a mozdulatsor lényege, és a 4 besegítő ember azért elég masszív ott, hogy... Ez meg egy kiállítás. Varga Dénes száll ki. 20 másodpercre. Csak lesz-e ebből gól? És a labdát szépen járatják, és Fogel ezt is kivédi. Hát Fogel a 70%-ot is föl tudja tornázni, már... Matizi omlik össze. Hát, igen, nem csodálom, most a 12-ből 9, 75%, hát már a 70 is nagyon sok volt. Nikics arcán pedig az, hogy hát gyerekek, ezt megpróbáltuk, ennyi sikerült egyelőre. Tulajdonképpen jól megjátszott emberelőny volt, itt Lévai védi. Lévai ér hozzá Varga Dénes lövéséhez. És az Varga Zsolt is nagy elégedettséggel nyugtázhatja, amit most lát, mert a két válogatott kapusa 25 lövésből azért 16-ot így úgy kitornázott a meccs eddigi szakaszában. Erre Végvári lő egy sunyi idézőjelbe, és jó értelembe vett, ütemtelen, és talán egy kicsit váratlan rövidlapost. Igen, csak világbajnok lő világbajnoknak, tehát nem akárkik lövését védte eddig Lévai és Fogel, ezt viszont nem tudta Lévai védeni. Megméri Konarik blokját, és aztán belülről kívülre kicsit fölé nyúl Lévai. 7-3. És ugye ez a negyed, ez 4-3-ról indult. Ebben a negyedben 3 Fradi gól válasz nélkül. Fúrók jönnek most. Fekete Gergő első kiállítása, Bátori teszi tovább a labdát, de kiben lesz annyi merészség most, hogy egyáltalán elvállalja. Ilyenkor még a jónál is jobb helyzeteket kereshetnek a játékosok. Bátori szemben a kapuval, jó a blokk. Blokkolja Varga Vince ezt is. Arra nagyon figyel a vasas ellen a Ferencváros, hogy közben kemény, de előttem az utódom. Két világbajnok edző. A világbajnokot már nem is kell mondani itt ma semmilyen kontextusban, mert alap értelmezett beállítás. Közben egy kiállítás a beállítás után. Batizi áll ki, második hibája. Konarikhoz hasonlóan neki is két hibája van, és
ez egy ellenállhatatlan negyede lehet a Ferencvárosnak. Mandics lóbál, Fekete le a szélre. És hátulról a befejezés. Épp a Dudaszó pillanatában. Dizommá. Kitart a lövét, jobbkéz lapost. Vagy bemegy, vagy nem. Háromból kétszer bement, egyet kivédett neki Lévai. Aztán megy ki. Ellenállhatatlan kezd lenni ez a így komplett a Ferencváros, amit csinál. Mindent is kivédekeznek hátul, és azért szépen egyet-egyet oda pötyögtetnek mindig, amivel mindig távolabb kerülnek a Vasastól. Ez egy 4-0-ás negyed eddig. És most már Dizommá is két gólos, csak úgy, mint Németh Toni és Mandic. Jansiké a labda. És amikor dőlt el a meccs kérdésre, könnyen lehet, hogy minden ember tudja a választ a harmadik negyedben. Főleg, ha a Ferencváros még egyet hozzá tesz ehhez a 8-hoz. Így nem fog, és ez lehetőséget ad a Vasasnak, hogy ebben a negyedben legalább egy gólt szerezzen, és felzárkózzon kicsit. Ekkora bajban tegnap az OST ellen nem volt a Vasas, bár ott is volt több gólos hátrányban néhányszor. Hú, ott Vigvári eltalálja Konarikot, nem szándékosan, de ez nagyon fájhat. Konariknak belefordult könnyekkel a szemébe, reméljük nem lesz belőle sérülés. Elől pedig még egy fekete lövés, amelyet hárít Lévai. És aztán Vigvári mondja Kun játékvezetőnek, nézzék meg Konarikot, hogy van-e vele valami, de egyelőre úgy néz ki, hogy nincs szerencsére. Ugye a második negyedet meg is nyerte a Vasas. A harmadikat viszont 4-0-ra a Ferencváros. És akkor most az 1973-as világbajnok csapat tagjait fogják köszönteni. Ugye itt sajnos már sokkal több az igazolt hiányzó, gondoljunk nemrég elhunyt Csapó Gáborra vagy Szívós Istvánra, Konrád Ferencre, és azok vezetők közül ugye Gyarmati Dezső és segítője Kárpáti György sem él már. Ekkor még hatos döntőt rendeztek. És Csapó Gábor nagy világbajnoksága volt ez, aki ezen a VB-n robbant be a világ élvonalába. Gyarmati viszont húzott még egy váratlan. Belgrádba kivitte az akkor a másodosztályú Szegedben játszó Csapó Gábor. És a Csapó akkor valóban a másodosztályú Szeged játékosa volt. Nagyon nehezen szánta rá magát eleve a Nemzetközi Úszó és Vízilabda Szövetség, hogy világbajnokságot rendezzen. Végül ez 73-ban megtörtént. Itt Molnár Endre veszi át az aranyérmet éppen. És ugye ezt a 73-as VB győzelmet, ezt egy 76-os olimpiai siker követte. Úgyhogy szóljon a vastaps most. Azoknak a sportembereknek, akik gyakorlatilag, hát nem mondom, hogy letették az alapokat, mert előtte is voltak nagyszerű vízilabdázói a magyar pólótársadalomnak. Hát is van Görgényi, Kásás, Faragó, például Bodár András, ők négyen. Van, akik nem tudtak eljönni, például Molnár Endre, Örvenyák Tibor, de hát nyilván Faragó Tamás az ő stílusában említette meg, amikor bejött, hogy a 73-as csapatnál, aki minden ember meglepetés, aki itt van, tőle ezt el lehet fogadni, és nagy-nagy örömmel látni, hogy annyian, ahányan, de itt vannak. Ben érdekes, négyen állnak ott, ugye Faragó Tamás a magyar női, Görgényi István az ausztrál női válogatottal ért el
nagyszerű sikert, világbajnok, illetve olimpiai győzelem. Kásás Zoltán Kemény Dénes segítője volt, illetve az olimpiákosszal Beckett is nyert edzőként. És azt kezdtem el mondani, hogy előttük, akik nagyok voltak a magyar vízilabdázás történetében, azért nem lettek világbajnokok, mert nem volt világbajnokság. Igen. Hát jó ezt látni, és még jobb az, hogy egyáltalán a Magyar Vízilabda Szövetség erre figyel, és ezt a megemlékezést a negyedik világbajnoki győzelemre rákötve megtette, és láthattuk a legendákat, idősebb és kevésbé idősebb legendákat is így most egyszerre. 50 éve volt az első évé győzelem. És ugye az összes olyan évben, ami hármasra végződik és világbajnokságot rendeztek, azt a magyar férfi vízilabda csapat megnyerte. Varga Dénesi a labda, ez már a negyedik negyed kezdete, 8-3-as Ferencváros vezetésnél. Varga. Mandics. Ó! Hát azt hiszem, most már nem lehet kétség. Nagy Ádám. Ő is feliratkozik, és hát amikor dőlt el utána kérdés, az az, hogy mennyi lesz a különbség. Mert itt már tényleg csak az. És kapust is cserél a Vasas. Lévai nagyszerűen védett, főleg két és fél negyeden keresztül, a harmadik negyed második felében már elkezdték őt kiugatni, és mindenképpen megérdemli azt, hogy a döntőn is védjen Mizsei Márton. 9-3-nál. Igen, azért közel 50%-os, 17-ből 8 védés, azért az nem feltétlenül indokolná azt, hogy cserekkel, de Nikic érzi itt, meg azért Rašović csinálja azt, amit Rašović az idén csinált. 9-4, minden dühét beleadta az idei világbajnokság gólkirály, a 26 gól alatt, jól emlékszem, Zrenjer Rašović. Fogelnek lő most egyet. Gyors gólváltás a negyedik negyed elején. Visszajátszás, tökéletesen kilövi a hosszú felsőt. De hát 90%-os lövéssel nem lehet ma Fogel kapuját bevenni, de kell a 100. Varga. Mindenki azért felméri, hogy egy másik kapus áll most a kapuban. Mandics, Varga, 3 másodperc. Ej! Nem volt benne ezek szerint, a kapufáról visszament a kapusra, és onnan csorgott visszafelé. Mizsei. És itt lehet látni, hogy valóban nem volt gól. Ez sem. Hova nyúlt oda Fogel? Konarik előtted, nagyon jó lövés volt. Gyakorlatilag Fogelen kívül mindenki ezt zongorán kísérte. Fogel meg kivédte, innen lehet látni. Elmegy a blokk mellett, és kézzel, lábbal, fejjel, bármivel. Amivel kell. És 2 percet nyert újra a Ferencváros, mert már csak 60 hátra. Kontra bent középütt. Mandi csúszik vissza. Mizsei. Ez is egy szabályos labdaszerzés. Fekete hozza el a labdát. És Fekete végigúszhatja. Ha akarja, inkább ad egy paszt, ami után 5 méteres következik. És Dargyilopulosz még nem lőtt gólt. Kimegy még oda nagy lendülettel, Jansi. De... és hát a kőpapír hollót, ha volt ilyen, gyanítom nem, akkor Argyilopulosz nyeri a lehetőséget. 5.38-al a vége előtt. És kivédi Mizsei! Ami is a üdeszín volt egyelőre, úgy az elődöntőben, mint most, és Szakonyi is melegít, hogy aztán ne legyen abban sem hiba, hogy ő sem kap esetleg szerepet, és ott aztán végképp nem beszélhetünk arról, hogy szakmai indoka lenne
Vogel lecserélésének, hanem maga a lehetőség kupa döntőn részt venni. Vogel viszont úgy érzi, hogy a védekezés kicsit fölpuhult most, mert ezt Dedovics nagyon könnyedén lőhett el. 9-3 után most ezt látjuk, hogy az elég nagy fesztávja van Mizseinek, hogy ezt kivédje, és azt látjuk, hogy azért ha visszavesz a 100%-ból a Fradi, akkor azért a Vasas van annyira jó csapat, hogy ezt kihasználja azonnal, majdnem megduplázza egy perc alatt a lőtt góljainak számát, úgyhogy közben kimaradt egy ferencvárosi 5 méteres. Igen, hát ugye a fél idő 4-3 volt, a harmadik negyedben nem lőtt gólt a Vasas, most a negyedikben 3 perc alatt már 2-t. De hát ez egyelőre csak kozmetikázására elég az eredménynek, kiállítás. Nandics. Konarik kipontozódik most is. Lesz egy kettős forró, úgy tűnik. Raszovics is kimegy. Mandic. Na, jónál jobb helyzet. Ennél már nem kell nagyobb. 10-5. Sima ügy, Jansik. Hát ez Jansiknak sima ügy, mert ez azért, majd nézzük meg a visszajátszást. Kapus plusz 3 ember állt a kapuban, itt a Konarik féle falt, ami a kiállítást eredményezte, aztán jött a Dedovics féle, ez meg a másik, ami jogos volt, és itt látjuk majd azt, hogy Jansik megkapja a labdát, egy blokk, 2-3, még Raszovics volt, mindegy, még két kézzel is ugrik oda, ami elvileg nem is lehet. Jansik azonban megoldja. 10-5. Bátori. És eddig a két nap során elődöntő plusz döntő 11 gólt kapott mindössze a Ferencváros. Rengyelovics. Kedovics. Kapufa. Kipattanó pedig Jansiké. Még egy fél negyed hátra van. Vogel kinéz a partra, egyelőre még nincs kapuscsere, bár Szakonyi már nagyon melegít. A túloldalon egy picit az idővel is lehet játszani. Főleg így, hogy kiállítás, és akkor most időkérés, most lesz akkor a kapuscsere, és azt hiszem Bátori a kiállított. Mi 3, Vendel kapás széle, Vince rövid fa, Szili hosszú fa. Kezdjük egyből kettessel, start immediately with 2, okay. And after 3. Okay. Okay, 3, a végén nyugodtan, figyelj, egyből lépjen be a máda, immediately come up, add oda neki, lóbálja meg és indítsuk el vissza a 3-at, adjuk föl nyugodtan a hosszú fához a Szilinek, és utána lesz a megoldás a végén. Vogel parádé, amely ezzel befejeződött. 17 lövésből 12 védéssel zárt, hát minden oka megvan a ferencvárosi tábornak, hogy éltesse. 17 lövés nem is kevés. Varga. Ugye ezek mind kaput eltaláló próbálkozások. Varga Dénes. Mizsei viszont nagyszerű. És ebből még Burián menne is előre. Szabad dobás. Most rendezi sorait a Ferencváros. Raszovics. Dedovics. Raszovics bejátszása. Jön egy fúr. Varga Dénes megy ki még hozzá másodszor.
is nézzük, hogy Szakonyit fel tudja avatni a Vasas. Burián, ez pontatlan labda. 4 másodperc támadóidő, még föl lehet tenni. Majdnem sikerült. Végvári lőtt gól után jó szerelés, fontos dolgokat tesz hozzá a Fradi sikeréhez. Gábor Lőrinc, és ez labda. Igen, pedig most megkapta ott annál, abban a pozícióban, ahonnan ő azért gólokat szokott lőni. Dizomá. Oh. Már egyre többet van Varga Vince is benne, ő Bekkel például Ferencvárosnál. Kettő perc van hátra a mérkőzésből. Ami egy fél időn keresztül szoros volt, aztán 4-3-ról egyszer csak 9-3 lett, és onnan már nem maradt kérdés. Ez kiállítás még. Varga Vince megy ki. Nikics kér időt. Hey, most játszunk ütös. Otthon rövidben lesz a Benny Kossu Száva. Gyere Gábor! Hey, ütös végig megjön! Fight, young! Play fight! Itt még örülhetett a Vasas tábor is, ez Argyropoulos csavarja, elhalt a blokkokban, ez pedig Jansik gólja. És akkor az ötöst játsza ugye a Vasas. Ennek a vége pedig egy szép Bátori gól, 10-6. Szakonyi sem ússza meg, kapott gól nélkül. Hát ezt annyira most nem bánja. Azért jó egy döntőben aktívan is részt venni, nem csak úgy átvenni az érmet meg a kupát, hogy száraz marad a köpeny meg a gatya. És ma még másfél perc, gyorsan talán belefér, ma nem ez az első kupa döntő, volt a gyerek magyar kupa, azért mondom el, mert megérdemlik. Fantasztikus dolgot műveltek itt a 2009 és fiatalabbak, ugyanilyen magyar kupa döntőben és bronzmeccsen ma a harmadik helyért a KSI 14-13-ra legyőzte a BVSC-t, így bronzérmes lett a döntőben, pedig UVS Ferencváros 7-6 egy elképesztően izgalmas és magas színvonalú meccs után, úgyhogy ha csak így röviden is, de megérdemlik, hogy szót ejtsünk róla. Szép! Mármint a védekezés. És ugye a kép úgy teljes, hogy ugye az volt a kérdés, hogy a Ferencváros 23-szor vagy Vasas 16-szor. A második legtöbb kupa győzelemmel pedig a UVS az Újpest rendelkezik 19-szel. Hát nem, ha nem is felnőtt, de akkor ezek szerint gyerek szinten egy kupa győzelem jutott. Itt pedig mielőtt letelt volna a támadóidő, Varga Vince is belövi első gólját. És valószínűleg az első magyar kupa gól, döntő gólját is, mert nem hiszem, hogy nem emlékszem, hogy lőtt volna eddig, és ha apró lépésekről kell beszélni egy fiatal, tehetséges játékos életében, akkor ez feltétlenül az. Néki Balázs, talán a külön öröm ennek is szól, hogy Varga Vince érte el ezt a gólt. És lehet, hogy ezzel állítja be a végeredményt. 18 esztendős fiúról van szó. Még egy szabad dobás. A kapufáról hova pattan. Végül is az élelmesebb Bátori szerezte meg. Jászovics. Minden esetre
Szakonyi is véd egyet, és úgy örül ennek, mint hogyha ezen múlna a kupa győzelem, de ő is így hozzá teszi a magáét. Úgy érzi, hogy méltó arra, hogy magyar kupa győztes legyen, és ez teljesen rendben is van, hiszen ez igaz is. Hát, komoly gondjai lesznek ezzel a Ferencvárosnak, nem csak magyar, hanem más európai csapatoknak is, azt hiszem. Még 4,4 másodperccel a vége előtt jön egy kiállítás. Tizoma. És az utolsó lövés, Szakonyi véd. Ebben a pillanatban 11-6 a végeredmény, és ez azt jelenti, hogy zsinórban hatodszor magyar kupa győztes a Ferencváros, összesítésben pedig már 23-szor. 2018 óta mindig a Fradi nyeri a magyar kupát, hol könnyebben, hol nehezebben. Ez nem a legnehezebbek közé tartozott, de hát az a csapat, amely a 14-es keretéből fölállt 11 világbajnokkal, az ilyen játékra lehet képes. A harmadik negyed volt a döntő, 11-6, a vége azt a negyedet ugye 4-0-ra nyerte a Fradi. A Vasas érzésem szerint a maga kicsi kis döntőjét azt megnyerte az elődöntőben az OSC ellen. A Honvéd megszorongatta a Ferencvárost, de a Ferencváros most ezen a vasárnapon nagyon-nagyon éles volt, és azt hiszem, hogy teljesen megérdemelten nyert. És lehet, hogy ez egy apró magyar rekord minimum, hogy Nyéki Balázs gyakorlatilag a beiktatását követő második hónap, vagy harmadik hónap elején rögtön megnyeri első trófeáját, és már csak a barátság okán is gratulálok neki, és további nemzetközileg is kiterjesztett sikereket illik kívánni. Német Tonit látjuk a képen, aki, hát most is, ha megnéznénk, talán a 3 vagy 4 percet, ha benn volt a medencébe, 2 gólt lőtt ez alatt. Ugye ő folyamatosan sérüléssel bajlódik, lehet, hogy még most sem teljesen 100%-os. És hát az újak is bemutatkoztak, mert azért Mandics is, és Dizoma is jól játszott, ha nem is mind a két nap, és nem is mindig. De... Giropulosz pedig nem lőtt el a puskaporát, mondjuk így. Nem kellett, hogy kitűnjön ma. Igen. A Vasas pedig helytállt az elején lévai védéseivel és egy-egy extra momentummal. Nem véletlen, hogy megtapsolja a saját közönség a Vasast és a Vasas szurkolókat pedig a csapat. 4-3-nál azonban valami történt, nevezetesen az, hogy a Ferencváros tudott még egy olyan sebességi fokozatra kapcsolni, ami erre már Vasast nem. Természetesen próbálunk majd riport alanyokra vadászni Bertes Judit segítségével, sőt a ünnepélyes díjátadást is megmutatjuk, hiszen a kupa már ott van. Egyelőre azonban a vízben ünnepelnek a ferencvárosiak. Nyilván a jövő fogja megadni arra a választ, hogy mennyire éri meg szeptember elején magyar kupa döntőt rendezni, de tekintve egy kiváló idő volt a vízilabdázás egyik mekkájában, a Hajós Alfréd uszodában, teltház több ezer ember előtt magas színvonalú meccset játszottak. Azt hiszem, hogy erre a válasz egyelőre inkább az igen, mint a nem. Nyilván hordoz magában kockázatokat elsősorban az időjárás miatt. Ugye 2 éve tönkretette a Covid, de hát kiböjtöltük azt, hogy ez így jó legyen. És Judit megtalálta Nikicset, úgyhogy jöjjön az első interjú. Szerencsére nem halljuk egymás hangját. Kezdjük a végén, a Vasas szurkolók az utolsó pillanatig buzdították a csapatát, és amit a meccs előtt mondott, hogy fantasztikus vízilabda ünnepet szeretne látni, én azt gondolom, hogy ezt megkapta a csapata is, és mindenki, aki itt volt, noha ma vereséggel kell búcsúzniuk. Szerintem én nagyon-nagyon buszke vagyok, hogy a játékosok adattak mindenki 100%-on, szerintem első két negyed jól játszottunk, utána a harmadik negyed volt ez a egy break, 3-0 sajnos, nem tudunk lőni a ember előnyből pozíció sokszor, Folge Soma jó védett, tudtunk, hogy jó kapus, de ez van, most a döntőből itt játszottunk, nem rossz volt, meg kell dolgozni, menjünk tovább, nagyon-nagyon örülök vagyok, hogy
a Vása szurkoló itt volt, és szeretnék gratulálni a Ferencvárosnak, szerintem ez a más szinten játszottak. Mi első két negyed szerintem jó nyomtunk, de végig nem tudtunk, hiányzott picit a szerencse is az a támadásból, de ez van. Mit tud ebből magával vinni a csapat az egész szezonra? Szerintem ez csak első meccs, mi jól készültünk szerintem, de meg kell jól edzeni, mindig kell a 12 vagy 13 játékosok, aki tudnak játszani ez a szinten. Sajnos most nem vagyunk, mint a Fradi, de szerintem fogunk dolgozni jós, és jól készülünk, a Eurókupa fogunk játszani, és lesz sok meccsek, szerintem jobb lesz. Köszönöm szépen az értékelést! Köszönjük szépen a végtelen korrekt szavakat Mikicsnek, aki hát döntőbe vezette azért a csapatot, és egyáltalán nem lenne meglepő, hogyha ha hasonló párosításban zajlana majd le a bajnoki döntő is, bár hát addig még nagyon-nagyon sok idő van hátra. Viszont az Eurókupában ugye címvédő a Vasas, itt most hazai fronton is egy fináléba bejutott, 2009 után, hát azt hiszem 2009-ben azt mondják egy Vasas szurkoló, hogy bárkiek a Vasasból, hogy legközelebb 14 év múlva játszanak vízilabdában a Magyar Kupa döntőt, hát nem hiszem, hogy elhitték volna. Ez történt, és hát amíg bírták, addig tartották magukat. Én is azt gondolom, hogy semmifajta szemrehányást a Vasasnak ezután a hétvége után nem lehet tenni. Egyáltalán nem, és még csak hiányérzet sem lehet, mert ha ez úgy 11-6-os vereség, hogy hibát hibára halmoznak, és egy hasonló tudású csapattól kikapnak 5 góllal, akkor az fáj. De így, hogy az egész meccset tekintve még csak véletlenül sem fogalmazhatódhat meg senkiben az a gondolat, hogy Ferencváros nem nyerte meg ilyen különbséggel is ezt a döntőt joggal és okkal. Így nem fáj, így egy tanulság, amivel lehet tovább menni. Az is egy szép gesztus, hogy a játékvezetőket is köszöntik. Madaras Norbert a szövetség elnöke, ugye Kovács Csé Tamást és Kun Györgyöt. Nem gondolnám azt, hogy ők nem lettek volna méltóak a döntő színvonalához. Abszolút. Itt én egy dolgot kérdeztem itt Varga Zsoltól, Székely Bulcsútól, akik itt foglaltak helyet a Vipáholyban, hogy a meccs elején ott volt egy pár kontra, ami viszonylag gyakori volt, még utána az is helyén való ítéleteket vonzott, vagy annak minősült, úgyhogy nem volt szoros küzdelem a végén, nem volt kiélezett, de azt gondolom, hogy jó kézben tartották a meccset, és jól vezettek. Nézzünk az interjú sarokhoz, egyelőre csak a fényeket látjuk, de még új riportalanyt nem. És akkor köszöntjük! De ez nem is lehet, hiszen a Benu Férfi Magyar Kupa idei ezüstérmesét, a Vasast köszöntik. Az Ahíd Vasas plakett, tehát ezüstérmes. És büszkén tapsolhatnak a Vasas szurkolók. Elkezdődött néhány éve a Vasasnál is egy építkezés, vagy egy újjá építés, és ennek az első igazán kézzel fogható eredménye ez a magyar szinten a döntő. Jönnek a díjátadók is. A sportért felelős államtitkár Dr. Schmidt Ádám, az Irodó Szövetség elnöke Madaras Norbert és Dr. Zinszky János, a Benu Magyarország ZRT a Magyar Kupa névadó szponzora, és ennek a cégnek a vezérigazgatója, Zinszky János. És ahogyan a játékosok megkapják a díjakat, hadd soroljam el még egyszer a győztes csapat játékosait, akik, pontosabban az ezüstérmes csapat játékosait, akik itt ma este minden díjgazdára talál. Ugye a harmadik helyért nem játszottak mérkőzést. Az OSC és a Honvéd is megkapta tegnap már a magja elismerését. Természetesen mind a két csapatból vannak itt játékosok, akik megnézték a döntőt, de nekik ma már
effektíve munkájuk nem volt, ők azzal már mindent megtettek, hogy bejutottak az elődöntőbe, és helytálltak az elődöntőben. Nagyon olajozottan megy ez a díjátadás. Hát láttunk ebből a formából már sokkal lassabbat és körülményesebbet, úgyhogy... Az mindig jó, ha három díjátadó van, és... és nem... tudják, hogy kinek mit kell átadni. Igen, tehát... volt olyan, hogy három, de egymás kezébe adták azt az egyet, és aztán végül valaki a nyakába akasztott, hogy egy hárman három különböző játékosnak adják, így természetesen gyorsabb minden, és hát profi úgy néz ki az egész, úgyhogy szervezésben is, meg a vízben látott teljesítményben, és természetesen a közönség kiszolgálásában is. És azt hiszem, hogy magának a névadó szponzornak is ez egy nagyon jó hírverés, mert a magyar vízilabda magas szinten áll, és a magyar kupa sorozat, a Benu férfi magyar kupa sorozat, az ugyancsak ott szerepel a hírek elején. Természetesen majd lesz a hölgyeknél is magyar kupa, de az nem a szeptember terméke. Igen, mert hát, és akkor egy picit le ki lehet térni, amíg látjuk a Vasas díj átadását, hogy nincs vége itt még a küzdelmeknek a szigeti varázslatban, hiszen úgy, ahogy tegnap, még ma is a magyar U20-as női vízilabda válogatott a világbajnokságra készülve, Izraellel játszik nem soká a innen 50 méterre lévő Széchi úszodában, úgyhogy akinek van kedve ugyanúgy, mint tegnap teltházat csinálni nekik és szurkolni, az menjen át és élvezze még az utolsó pillanatokat ezen a hétvégén vízilabdával. Egyúttal kívánunk sok sikert nekik, hiszen szerdán utaznak az U20-as VB-re, úgyhogy ezért csúszik a női bajnokság, és ezért nincs most női magyar kupa sem, viszont a férfi bajnokság már kezdődik majd szeptember 13 és 16-án egy szerdaszombati dupla fordulóval, és aztán szép lassan mindenki, minden korosztályban és minden bajnoki kiírásban elkezdi a 2023-24-es szezon. Hiszen akik a 20-as válogatott tagjai, azok meghatározó szereplői a felnőtt csapatuknak, és nélkülük meg nem lenne a kupa döntő az igazi. És természetesen ne feledkezzünk meg arról, hogy a nemzetközi kupák is elkezdődnek. A Honvéd már ezen a hétvégén például BL selejtezőt játszik, úgyhogy ma itt vége, de napokon belül folytatódik minden tovább. És akkor jöjjön a kupa győztes, ugye Zsinórban hatodszor a Ferencváros. A 30-as években, 31 és 36 között nyert meg Zsinórban 6 magyar kupát, még a Halasi Olivér, Németh János fémjelezte Újpest, és ez a rekord, ezt a rekordot állította most be a Ferencváros. Hiszen az FTC Telekom Waterpolo 2018-19-20-21 és 22 után 2023-ban is magyar kupa győztes. És őszintén szólva, anélkül, hogy a jövőbe látnánk, azért egyáltalán nem vagyok arról meggyőződve, hogy egy év múlva nem lesz a Ferencváros favoritja a Benu férfi magyar kupának. Illetőleg én azért egy apró lépésekkel haladnék, én nagyon várom az idei BL szezont. Egyrészt azért, mert három csapatunk is érdekelt lehet szerencsés helyzetben, akár még a csoport körben a legújabb lebonyolítás szerinti további szakaszokban. Másrészt azért, mert a Ferencváros most megint úgy néz ki, mint egy igazi végső győztes esélyes. És tegyük hozzá, hogy miközben a jól bevált hármas átadja a díjat, hogy egyénileg Varga Dénes a 8. kupa győzelmét szerezte, amiben tevékenyen részt vállalt. Ugye egy Ferencváros és egy Vasasos időszakban nem tudott a kupa véghajrájában játszani, mert sérült volt, és így nem tekinthető akkor igazából kupa győztesnek.
a 2005-ös, illetve a 2020-as szezonról van szó. 8 magyar kupát eddig Bozsi Mihály, Németh János, Steinmetz János és Nagy Viktor nyert. Ugye Németh Jamec volt az, aki az Újpesttel és a Fradival, és Nagy Viktor pedig 3-4 csapattal, a BVC-vel, a Vasassal, a Szegeddel és a Szolnokkal is nyert magyar kupát. Őket érte utol Varga Dénes, és itt vannak ugye a hősök, a 23-as pólót nyilván nem most 10 perc alatt készítették el, hanem ez már megvolt, 23-szoros kupagyőztes, itt Fogel Somát látjuk a képen, de hát az egész csapat név során akár végig futhatunk. Hát még nem sok pólót kellett kidobni, amit előre megcsináltak az előző szezonokban a döntők előtt, úgyhogy most is joggal bíztak abban, hogy fel kell venni a végén. Hát lehet, hogy egy nagyobb kedvezménye már 24-25-ös is valahol megvan, és akkor vagy használjuk, vagy nem. És természetesen jár a szponzor kis zacskója is. Az újak közül, tehát magyar kupa győzelemmel kezd Dizonmai és Mandic. Ugye általában az idegen légiósokkal nem olyan fürdött be a Ferencváros. Közülük ugye Uovics hagyta el most a csapatot, de hát gondoljunk korábban például a, mondjuk azt a Younger korszakra. Merkulov is jó vétel volt, Argyropoulos nem különben. És hát hozzájuk, ugye mégiscsak a magyar válogatott gerincét adó csapatról beszélünk, 9 2023-as világbajnokkal. Itt pedig Nyéki Balázs, aki első nagy trófeáját nyeri, mint szakvezető. Köszönjük. Nem kis örökség, mert ugye hát Varga Zsoltól átvenni a csapatot eleve nehéz, másrészt hát igazán, miközben láthattuk Gárdonyi András, Katona Norbertet, tehát a segítőket is. Másrészt, ugye, ha egy csapat mindent megnyer, szinte mindent megnyer, hazai szinten abszolút, akkor ezt túlszárnyalni nem lehet csak beállítani. 2023-ban tehát a férfi Benu magyar kupa győztese a Ferencváros Telekom waterpolo. Most még Varga Dénes megvárja, hogy mindenki legugol, neki készül. Szóval kupa győztes a Fradi röviden. És elkezdődik a pezsgőzés. És ezek a fiúk hamarosan az egyelőre magányosan álló Berkesi Judithoz csatlakoznak, legalábbis közülük valaki, hogy nyilatkozzon a döntőt követően, legyen az szakvezető, vagy éppen játékos. Hát egyelőre a Ferencvárossal legfeljebb a fotósok csapata tudja fölvenni a versenyt, rengetegen vannak, és beletöltik a kupába a pezsgőt. És nem mondom, hogy egy nagy közös ivászat kezdődik, Míri Zoltán gratulál Nyéki Balázsnak, de mondjuk azt, hogy egy nagy közös pohár, ami hát ugye nem is pohár, bár van olyan nyelv, ahol a pohár épp kupát jelent, hanem egy igazi kupa. Ez a mérkőzés egészen pontosan 8 órakor, tehát 6 órakor. Egyelőre senkiben nem buzog a kedvanc interjú. Hát nem tudom, Berkesi Judit áldogált-e magányosan ilyen hosszan bárhol is életében, de hát nyilván most ki kell érdemelni, ki kell élvezni a meg azért az is egyértelmű, hogy egy csapatképről azért nem akar senki sem lemaradni. De van műsoridőnk, van türelmünk, és megvárjuk, amíg valaki majd szakmailag értékeli a győztes szempontjából is ezt a hétvégét, és különösen a mai döntőt. És Judit kikapta a sűrűből, ha jól látom, Nyéki Balást.
Úgyhogy... Elfogyott a cérna, ünneplésre még ráér mindenki. Szóval nagy-nagy örömmel kapcsolunk le a medence szélére. Szívből gratulálok a kupa sikerhez. Vezetőedzőként is olyan édes megfürdőzni a győzelem után, mint volt az korábban asszisztens edzőként? Más érzés valamennyire, de én azért úgy vagyok ezzel, hogy ez egy csapatsport, és másodedzőként is csapatba gondolkodtam, hogy mindig az volt a célom, hogy amiatt tudom, segítem a Zsoltot, és nyerjünk. Most ez egy picit más helyzet, és nyilván nagyon örülök neki, hogy nyertünk. Fontos volt, mert azért volt annyi nehézség ennek a sztorinak, hogy 5 kupa győzelem, amit mérkőzés előtt is említettél, 15 kupa győzelem, meg 15 trófea előtte, tehát azért nem egy könnyű örökség, de állok elébe. Nagyon úgy tűnik, hogy a Ferencváros áll elébe, azt gondolom, hogy minden elemében fölülmúlta a Vasast ezen a mai mérkőzésen, a harmadik negyedben pedig meg is roppantotta. Ez volt a terv? Maximálisan ez volt a terv. Talán a második negyedben picit közelebb jöttek, de az azért lehetett, mert ott én is hibáztam, egy kicsit elvesztettem a kontrollt, és ott kellett nekem is nyugodni, és utána a játékosok is szerintem ilyenkor, ha amilyen kisugárzása van egy edzőnek, azt próbálják követni. Én megnyugodtam, ők is megnyugodtak, és mindent megcsináltak, amit kértem. Aztán 4-0 lett a harmadik negyedben, úgyhogy tényleg nagyon jól játszottak. Ilyen védekezés után még nem is feltétlenül kell olyan tisztának lenni a támadásoknak, de azok is letisztultak már a jobban. Jobbak voltak, még nagyon messze van az igazán jó rész. Ez most nem azt jelenti, hogy a végén meg kell verni a Vasast 10 góllal. Bőven elégedett leszek, hogyha így verjük meg mindig a Vasast. Most nagyon jó, kicsi tudunk szusszanni tényleg, mert meg lehet egy picit nyugodni. Most, amiről beszéltünk, a válogatott játékosok pihenőt fognak kapni, mert jár is nekik, és köszönöm szépen a hozzáállásukat. Tényleg fantasztikusan dolgoztak ebben a 3 hétben. Ha lehet egy plusz megjegyzést tenni, akkor szeretném külön a német Toninak is megköszönni. Nem szeretek játékos kiemelni, de tényleg azt gondolom, hogy ő felnőtt, és most arra ért be, azért, mert talán nem tudja senki, amennyire tudtuk, eltitkoltuk, hogy jövő héten neki műtétje lesz, úgyhogy ő hősiesen tényleg vállalt a sérüléssel, és ez tényleg egy fantasztikus sportemberi dolog. Nem feltétlenül arra biztatom a fiatalokat, hogy sérülten játszanak, de ez még nem vállaltunk rizikófaktort ezzel a 2 héttel, maximum annyi, hogy a válogatott felkészülésnél nem tud csatlakozni majd. Sőt, gólokkal is gratulálunk neki, gratulálunk a vezetőedzőnek és az egész csapatnak. Köszönöm szépen. Köszönjük. Az értékelést. Köszönjük. Hát följött 15-0-ról 15-1-re akkor Nyéki Balázs Varga Zsolttal szemben, német Toni előtt pedig akkor külön le a kalappal, aki sérülten vállalta. Hát nem csak az, hogy beugrik a végén, bedobva gyakorlatilag az edzőjét, hanem beállt, lőtt egy center gólt, lőtt egy gólt emberforból, úgyhogy ő is hozzátette a magáét mindehez. Itt pedig az öröm pillanatai. Miközben még mielőtt szétszéledne nagyon a Ferencváros csapata, Judit megpróbál lecsapni valakire még, hiszen jó lenne azért egy játékos értékelését is meghallgatni, és miután egy jót húzott a pezsgőből, Fogel Soma érkezik, ha jól látom, miközben Molnár Eriket és Varga Dénest látjuk, és akkor a kiválóan védő, 17 lövésből 12-t hatástalanító Fogel Soma értékel a játékosok közül. Finom a pezsgő? Nagyon, nagyon jól esik, igen, köszönöm. Ott folytattad a mai napon, ahogy 36 nappal ezelőtt abba hagyta. Tudod, mi volt akkor? Mi volt akkor, segíts? Persze, hogy tudom. Igen, és azért ennek megvolt a nehézsége, hogy egy ilyen óriási sikerből viszonylag kevés pihenő után, kevés edzéssel ilyen fontos meccseket kellett játszani, és tényleg össze kellett kapni magunkat, és tisztában kellett lennünk azzal, hogy egy szempontból azért, mert hogy világbajnokok vagyunk, és elég sokan itt vannak a világbajnok csapatból a Fradiban. Másik szempontból, hogy nagyon jó csapatunk képült idén, és mi vagyunk a címvédők is minden porondon itt van, úgyhogy mindenki ellen úgy ugrunk vízbe, hogy tudjuk, hogy mindenki minket akar megverni, és valamilyen szinten talán stressz nélkül és felszabadultan tudnak ellenünk játszani az ellenfelek. Úgyhogy ez ilyen plusz odafigyelést igényelt, hogy tényleg az elejétől fogva nagyon fegyelmezetten és 100%-osan odaadva mindent játszunk. Számoltad, hogy hány védésig jutottál végül a meccsen? Nem számoltam egyáltalán, nem tudom. 12-t számoltunk, ami egészen extra, ahogy az egész csapat teljesítménye gyakorlatilag minden elemében felülmúlta a Vasast a mai napon. Igen, és tegnap pedig
a blokkok száma volt 10 fölött, úgyhogy ez egy ilyen nagyon jó segítséget kapok itt, és kaptam itt az elmúlt két meccsben a srácoktól. Tényleg annyira megvannak szűrve a lövések, hogy nekem úgymond szinte könnyű dolgom van. A Fradi jelezte ma is, hogy ott folytatná, a labba hagyta. Tudjátok folytatni ugyanolyan szinten, ugyanolyan egységesen? Szerintem megvan a kapacitásunk, de nem azon a szinten szeretnénk folytatni, hanem magasabb szinten. Köszönöm szépen, gratulálok még egyszer a kupa sikerhez, és további sok sikert. Köszönjük. Kedves nézők, legyen akkor ez a végszó. Köszönjük szépen kétnapos figyelmüket, a Margit sziget búcsúzik azzal, hogy 2023-ban a Benu férfi magyar kupa győztese vízilabdában, immáron zsinórban 6-szor, összesítésben 23-szor a Ferencváros. Viszontlátásra!